Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket a Népmese napja alkalmából megrendezésre kerülő rendezvényünkön. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Gulyás Ferencné Jolikát, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetőjét. Andrássy Tiborné Editkét, intézményvezető helyettesünket. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Földváriné Simona Ilona igazgatóasszonyt, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatóasszonyát és kolléganőit. Tisztelettel köszöntöm a Györfi István Katolikus Általános Iskola megjelent kolléganőjét. Tisztelettel és tisztelettel köszöntöm a meghívott alkotóművészeket, Tyukodi László faszobrászt és feleségét Marikát, gyöngyékszerkészítőt. Pap Tibor kerámikus. Szeretettel köszöntöm a szülőket, nagyszülőket, és titeket, kedves kolléganőim, és kedves gyerekek. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, Benéné Kecskeméti Anna vagyok, az óvoda megbízott vezetője. Óvodánkban immár hagyománnyá vált, hogy ezen a napon összegyűlünk és emlékezünk a népmese napjára. Felkérem Hátót Jánosné Icuka óvónéni, óvodánk szakmai munkaközösségének vezetőjét a mai délelőttünk levezetésére. Kívánok mindenkinek kellemes időtöltést! Adjon Isten minden jót az új esztendőben, márhogy az új tanévben. Most először jöttünk össze, hogy ünnepeljünk, de én már nagyon sokszor. A nagyok biztosan emlékeznek, hogy tavaly és tavaly előtt ezen a napon emlékeztünk a népmesére. De a zene világnapja is holnap vajon. Ezért most kette ütünk egy csapásra, és legelőször kérlek figyeljetek nagyon jól, mert az óvónéni kedveskednek nektek egy szép dallal. Pontyos kendős őszanyó, söpröget a kedve, vörös aranyba levél, ripeg rokó zöre. Reggel este ruhát most, csuka gőz a redő, mosókonyha a virág, a bőr mosó teknő. Nagyon örülök, hogy tetszett nektek ez a szép dal. Egyben az őszt is köszöntöttük, mert hogy az ősz is egy nagyon szép évszak, egy nagyon színes évszak. Kedves vendégeink, kedves gyerekek! Ma tényleg egy olyan napra ébredtünk, amikor a népmesére emlékezünk. A mi életünket naponta megszépíti a népmese. Nekünk óvónéniknek és nektek gyerekek biztosan vannak kedves népmesétek. Tudjátok-e a nevét annak a bácsinak, aki ezeket a meséket írta és összegyűjtötte? Ha nem segítek, ő Benedek Elek. Jó, ha megjegyzitek a nevét, mert szebbnél szebb meséket köszönhetünk nekik. Tudjátok, réges-régen, amikor még a népmesék megszülettek, nem volt számítógép, nem volt internet, nem volt táblagép, de bizony tévé és rádió sem volt. A szegényebbeknél még áram sem volt. Akkoriban az emberek sokat beszélgettek. Elmentek egymáshoz tanyázni. Ilyenkor csak meséltek és meséltek. Hozzátettek, elvettek, és így készültek a mesék. Szájról szájra terjedtek. Ezeket a meséket gyűjtötte össze és írta ki?
Nagyon ügyesek vagytok, így van, Benedekelek. A délelőtt folyamán, ha majd elsétáltok az óvoda elejéhez, és megnézegetitek a szép mese illusztrációkat, láthatjátok Benedek Eleknek az arcát is, hogy milyen bácsi volt ő. Az óvónéni ajándékának ám még nincsen vége. Most egy kedves mesével készültek, és kérjük, fogadjátok szeretettel. Eláruljam nektek, kik lesznek a mese szereplői? Na hát az egyik az én tüskés hátú barátom. Ki ő? A Süni. A másik pedig a hosszú fülű, fürgelábú komám. Így van, anyuszi. Szerintetek melyik a leggyorsabb? És melyik lehet az okosabb? Na akkor most nagyon figyeljetek, mert a meséből ki fog derülni. Nagyon jó szórakozást kívánok! Egyszer, egy szép őszi napon a mezőn találkozott a sündisznó és a mezei nyúl. Szervusz, nyúlkoma! Szervusz, sündisznó! Mi újság, hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok ezen a szép őszi délelőttön, és te hogy vagy? Köszönöm szépen, jól vagyok. De mit látok? Micsoda kis kurta lábaid vannak neked? Nekem kurta lábaim? Igen, hát hogy tudsz te ezekkel menni, vagy futni egyáltalán? Mi bajod van neked az én lábacskáimmal? Mert ezekkel a hosszúakat, hogy tud gyorsan futni? Hát úgy, hogy nekem van a világon a leges-leggyorsabb nyuszi lábam. Nézzétek már, gyerekek, milyen pökhendi ez a nyúl. De majd én megmutatom neki. Fogadjuk le, hogy én sokkal, de sokkal gyorsabb vagyok te nálad. Jó, fogadjuk. Úgyis egy nyerek. Tudod mi? Ha én nyerek, akkor hozol nekem egy hatalmassá ropogós répát. Ha messze nyersz, ami úgy számol, akkor kapsz tőlem egy kosáralmát. Rendben van. Fogadjunk. Fogadjunk. És mikor tussuk? Hát most azonnak. Jaj, nem. Nekem még haza kell mennem erőt gyűjteni. De mit szólnál hozzá, ha holnap reggel 8 órás vonat elmegy, akkor ugyanúgy találkoznánk és lefutnánk. Jó. Állatok. Holnap reggel. Szervusz! Anna jöttem! Szervusz! Édesem, merre jártál? Hát képzeld el! Kijártam a mezőt, és találkoztam azzal a pökhendi nyullal. És ő csak mondta, hogy az én lábaim milyen kurták, milyen rövidek, és hogy én ezzel gyorsan nem tudok futni. Nem, hát ilyen gonosz ez a nyúl. Tudod mi? Reggelig kitaláljuk meg. Holnap reggel találkozunk a nyúllal a mezőn, és akkor lefutunk. Jaj, nem gyere, főztem neked finom vacsorát. Ne üljél le. Főztem neked finom spenót főzelét. Jaj, jó, erő. És csináltam neked békacombot, attól meg, hogy jó, gyorsan tudjál. Nagyon szépen. Gyere, együnk. És kitaláltam, hogy hogy járunk túl a nyúl eszén. Elmondod? Nem, menjünk ki a mezőre, és ott mindent elmondok neked. Jó, gyere, menjünk.
itt lesz a barázda, itt fogunk versenyezni. Ha megugolt ebbe a barázdába, a nyúl a másikba fog jönni. De mielőtt ide érne, te felugrasz, hogy én már itt vagyok. Jó. Jó? Jó. Megyek, jó, hogy jó legyél. Bújj el. Várjál, keresett valami. Nyerő napra ébredtem. Jó reggelt, nyúlkuma. Jó reggelt, Südiszó. El mertél jönni a versenyre? Hát nem csodálkozom. Miért nem mertem volna eljönni? Én már itt is vagyok, látod. Készen a versenyre. Nem hallom a vonat füttyöt. Hallgassuk. Elmentem már a 8 órás vonat? Gyerekek, segítsetek nekem. Először el kell számolni 8-ig. Utána meg a vonat hangját. Elment a vonatunk. No de hogy fussunk, hogy jó legyen? Na gyere, te bemész az egyik barázdába. Én bejövök a másik barázdába, és mikor hármat számolok, elrugaszkodok. Jó? Teszem. Egy, kettő, három. Én már itt vagyok. Micsoda? Futunk még egyet. Na, húzs, na, gyere. Majd most számolok. Egy, kettő, három. Én már itt vagyok. Valami nem jó itt. Nem baj, még egyet. Majd most. Egy, kettő, három. Én már itt vagyok. Utolsó. Majd most menjen. Most nem biztos, hogy egy, kettő, három. A lábam is rengett a fáradtságtól. Emlékszem. Megkapod a koszáról már, de most hazamegyek a vackomba, és tavaszig kisebb újjok oda. Micsoda szégyen, Látod, asszony, túljátunk a nyúl eszét, és megnyertük a kosár almánkat. Mert ilyen okos vagy. Mert tudjátok, hogy többet éppen, mint erővel. Jó magas, akinek tetszett a mese? Nekem! Hú, de nagyon boldogok vagyok! És köszönik az ovolénik a tapsoknál! Egy el is kifejeztétek, hogy tetszett! Tudtok-e Jussziról valami kedves kis dalt? Kezdetét veszi a fergeteges délelőtt. Nagyon jól figyeljetek, mert nagyon-nagyon sok minden vár rám. Legelőször elmegy mind a négy csoport levelet gyűjteni. Ehhez bizony az kell, hogy most nagyon figyeljetek, mert egy kis mondókát meg kell tanulni. Figyelj! Süni, 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 minden csoport kap a nyakába egy nyaklátot. Már látom, hogy a csibé vagy a kagyitások meg is kapták.
mert amikor mentek majd a különböző helyszínekre, az óvónénik jelölni fogják, hogy ki hol vett részt. És a délelőtt végén meg lehet nézni, hogy hány feladatot hajtottatok végre. Sorolok! Margó néninél, Böbe néninél lehet tornázni. Gabi néninél, Enikő néninél lehet kézműveskedni. Ibolya néninél lehet ropogtatni. Nórika néninél lehet muzsikálni. Nálam lehet napra forgót kipergetni. Megkóstolni, de még kukoricát is lehet hántani. És hogyha mindig végigvizétek, oda lehet menni Marika nénihez, Laci bácsihoz, Szibi bácsihoz, és meg lehet nézni, hogy mit csinálnak. Jó lesz a délelőtt? Jó! Jó! És a végén, amikor már a nyúlófiak és a sinirányok mindenhol voltak, akkor majd fogom kiabálni a kis mondókámat, és ide kell jönni Anikó nénihez táncolni. Jó? Menjen oda, elsétálunk oda a ház hátuljához, mindenkinek van egy karikája, és amikor azt mondom, hogy raj, lehet gyűjteni a karikába a levelet, jó? Elkészülni. Gyere ide, szívem! Gyere ide, mert te ide tartozol. Gyere, Bencsi! Mehet? Dominik, gyere vissza! Na, akkor figyelem! Elkészülni! Rajta! Segítsetek ti is nekem, hát a piciknek. Természetesen kisebb kupac. Három első helynek egy nagy tapsot! Dalfont tenyéren ugrik a Lucy Barbie, Dalfont tenyéren!
Ügyes, ez az. Látod, egyből rájött a faragás. Nézed, mekkorászodott, látod. Kész. Bírod még? Bírod még, mondjad.
Ha ide ügyeszek. Szereted még, amikor fotóznak? Tessék? Szereted? Amúgy, mikor fotóznak? Jaj, de szépen színűzed, nagyon ügyes volt. Garázsval, a garázs hol van? Csodás volt, Kali. Nagyon ügyes volt. Anya. Te is színezni? Oda, Gabika. Nem szeretnél? Jössz, Levika? Erre, ne Gabika, oda! Gyere ide, Levikém, csücsüljél, jó? Na, gyere. Nézd csak, neked ilyen színike van, vagy van nagyon szín színike? Nézd csak, nagyon. Sok szép, tüskéje van, ráírjuk a jelölet. Három bombócos vagy. Teljesen jó. Mindenkinek segítsek. Nekem! Jó, adom. Először forrád meg, gyönyörű is meg. Értítjük. És akkor egy kicsit az órát, mert tudod, a hegyesebb az óra a sülinek. Aha, nagyon jó. Segíts már nekem. Nézd meg. Az az, ott a szeme. Nagyon jó. Nagyon kis forrád sülit készítettél. Lehet este van. Nagyon fújt a szél is. Kifújta. Hála. Vállapokat ismertek. Aki az erdőben lakik. A rőzike. Rőzike? Nagyon jó. Hát mi? Hát mi? Milyen állatok laknak az erdőben? Bajacok. A mal... Nem. Hát esetleg a varmalacok ott lakhatnak. Na, hogy van? Ki lakik még az őzikék. Az őzikék. Na, képzeljétek el, az én hegedűmben, mert ezt a hangszert úgy hívják, hogy hegedű, lakik három állat. Megmutatom nektek, jó? De nagyon figyeljetek! Nagyon figyeljetek, mert hogyha nem figyelsz, akkor itt szól a hegedű. Na, mutatom az elsőt. Van a fel? Ki lehet ő? Ki mondhatja ezt ő? Ki mondja ezt ő? Maszkó! A maszkó! Nagyon okos vagy! Az első állat a maszkó. Most figyeljél! Ki lehet ő? Vissz az erdőben lakik. Róka! Nem, nem ez mondja róka. Ki szokott így trillázni, így énekelni a fákon? Rókos! A madár. A kis madár. Ki volt az első állat? A medve? A második? A kis madár volt. És itt van a harmadik állat, és figyeljetek! Nem, a sos nem ezt mondja. Cica! Cica! Halljátok? Akkor arra kérlek titeket, hogy guboljátok. Guboljátok, mert ő a maci nagyon mély. Nagyon jó! Nagyon